Nevelési tanácsadással, gyerekeknek és szülőknek szánt programokkal foglalkozik a Rotamundi Egyesület, amelynek elnökét, Grassin Imolát köszöntöm a stúdióban. Szervusz! Köszönöm szépen a kérdést. Tudjátok azt, hogy következik a hosszú nyári vakáció, és nagyon sok család számára problémát jelent megoldani a gyerekek programját, főleg a délelőtti időszakban. És már tavaly volt egy olyan kezdeményezésetek, hogy megoldást kínáltok erre a problémára. Igen, hát a tavalyi évhez hasonlóan szintén az idén megszervezzük a nyári vakációs programunkat, ami azt jelenti, hogy 15 gyerek számára tudunk programot szervezni az egyesületünk székhelyén. Rövid programmal, igaz, de úgy tűnik, hogy sokak számára ez egy megoldás, olyanként, hogy kiegészítjük a nagymamák vagy a délelőtre szabott gyerekfelügyelőknek a munkáját, úgyhogy valahogy kiegészítjük egymást, és maga az a tény, hogy a gyerek közösségben van, illetve az, hogy értelmesen eltöltheti azt a 4-5 órát, amit velünk együtt különféle programokkal megtűzdelve részt vehet játékos formában is, kötött formában is a különböző tevékenységeken, ez nagy élmény számunkra, és nagy visszaigazolás mindannyiunk számára, a munkatársak részére, hogy azok a gyerekek, akik a tavaly bekapcsolódtak, vissza kívánkoztak, és az idén is részt fognak venni. Elég szép számban. Azt jelenti, már vannak jelentkezők, meghirdettétek. Igen. Olyan gyerekek is... Bocsáss meg, itt igen. A háttérben kivetített fotókon láthatunk pillanatképeket a tavalyi foglalkozásokról. Igen, tehát olyan gyerekek is vannak, akik szinte az egész nyarukat a Rotamundiban fogják tölteni, tehát a délelőttöket. Vannak olyan gyerekek, akik idézőjelben csak beugranak egy kis közös játékra, és ebből a szempontból is azt tudom mondani, hogy óvodások, kisiskolások nagyon szépen megférnek egymás mellett. Számomra egy kihívás, nekik egy külön öröm azt a közeget szimulálni, ahogy ugye különféle életkori sajátosság elfér egymás mellett. És, tehát ők egy csoportban vannak. Igen. Tehát ez egy vegyes csoportot jelent. Két pedagógus vesz részt a foglalkozások lebonyolításában, és igazából az, ahogyan ez egy közösségé kovácsolódik ugye a közepe fele, hogyha rendszeresen járnak, az külön élmény látni, és azokat a barátságokat is, amelyek itt szövődnek, azok is nagyon-nagyon szépek. Hogyan választjátok ki, hogy milyen foglalkozást ütemezzetek be minden napra? Igazából a tarsolyunkban többféle játékötlet van. Azt igazából mindig ahhoz szoktuk igazítani, hogy a gyerekeknek milyen az aznapi hangulatuk, illetve közösen szoktuk eldönteni, hogy mi az, amit szeretnének. És váltogatott formában, mert két teremmel rendelkezünk, van egy igényesen felszerelt tornatermünk is, ahol ugye a nagy mozgásigényüket, a versenyeket, a kis akadálypályákat, a kis egyensúlyfejlesztő eszközöket ki tudják próbálni, saját határaikat feszegetik igazából. Tehát, hogy ez egy jó rész arra vonatkozóan is. A fenti teremben, ahol az igényesen megválogatott játékaink saját magukat kínálják arra, hogy kipróbálhassák őket, akár társas játék formájában, akár egyénileg elvonuló játszás formájában. Tehát, hogy ezen kívül nyilván mi azért vagyunk ott, hogy koordináljuk ezt a szabadon, illetve kötött formában megszervezett játékot, és nagyon-nagyon ügyesen ráhangolódnak, és önmaguk is választják azt, hogy részt vegyenek a foglalkozásokon. Te magad pszichológus vagy, nagyon sokféle szakember tevékenykedik a Rotamundiban, bizonyára, hogy az sem elhanyagolandó, hogy kik foglalkoznak és kik figyelnek ott a gyerekekre. Igen, pont ezt szerettem volna kiemelni, hogy az, amikor megválasztjuk, hogy igazából a nyár, és nem csak a nyári időszaka alatt kire hagyjuk, vagy kire bízzuk a gyerekünket, az nem egy mellékes dolog. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy a helyszín, vagy a helynek az adottsága, megválasztása előtt inkább arra próbáljunk figyelni, akár szülőként is, hogy ki az, akivel a gyerekünket arra 4-5 órára bízzuk. És ezért nagyon fontosnak tartom azt,
hogy lelkes pedagógusaink, pszichológusaink, akik besegítenek a nyári vakációs program megszervezésében, mind-mind oda teszik szívüket, lelküket, és ettől válik élménydúsá és élménygazdaggá a gyerekek számára. Mert hogy benti foglalkozásokról beszélünk, ezért is korlátozottunk a rövid programra, hogy ugye elképzelhetetlennek tartom szakemberként is, hogy a hosszú programot zárt környezetben bonyolítsuk le, de hála Istennek a környékünkön 4 játszótér is van, úgyhogy könnyűszerrel megközelíthetjük, és bármikor, ha az idő megengedi, akkor kimehetünk velük a szabadban. Tehát 15-ös létszámú maximum csoportra, 15-ös csoportról, igen, beszélünk. Változik a csoport, vagy hogy lehet beiratkozni? Mekkora az az legrövidebb időtartam, amire jelentkezhetnek az érdeklődők? Van olyan, aki igazából vagy a júliust, vagy az augusztusi hónapot jelölte meg, mert hogy akkor nincsenek ugye a nyaralások beütemezve, és akkor kénytelenek megoldani azt, hogy közösségben legyenek, meg hogy felügyelet alatt legyenek. Vannak olyanok, akik heti 2-3 alkalommal ugranak be, vannak olyanok, akik még nem igazán tudják, hogy mikor, de hogyha hely van, akkor felhívnak és bekapcsolódnak ők is a napi játszóházba igazából. Tehát akkor azt kell, hogy érdeklődjenek a helyszínen, a székhelyen, adjunk meg egy elérhetőséget. A www.rotamundi.ro oldalon olvashatnak többet, vagy a Facebook oldalunkon is több információt találhatnak, vagy személyesen az én e-mail elérhetőségeimen, vagy telefonszámomon bármikor megkereshetnek és szolgálok információkkal. Köszönjük, mi történik a többi programmal a nyári időszakban? Csak részben fogunk szünetelni, tehát továbbra is igény van a kerekítő babamama foglalkozásra. Heti 1 alkalommal fogunk találkozni, és a meleg nyárra való tekintettel esti órában fogunk kerekítőzni. Úgyhogy egy alkalommal kerekítőzünk, és egy alkalommal lesz majd bábos tornánk a nagyobb gyerekek számára. Úgyhogy a többi program az viszont egy picit alszik. Családanya vagy magad is. Igen. Megkérdezhetem, hogy mit terveztek a nyárára a családdal? Elsősorban arra gondoltunk, hogy a saját Eszter lányom is be fog kapcsolódni részben a Rotamundi által szervezett nyári vakációs programban. Nyaralni nem fogunk, majd csak novemberben, de ez is annak köszönhető, hogy ezt szívünkön viseljük, hogy ezt a programot szépen és élménygazdagon tudjuk lebonyolítani. És tudod, hogy egyben a saját lányodnak is majd jót tesz ez a közösség. Igen. Imola, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm. Sikeres vakációs programot kívánok. Köszönöm szépen.